Sziasztok srácok, én Bálna vagyok, és üdvözöllek titeket a Bálna Relaxban, ami egy pénteki, hát ilyen kis könnyű fröccsöntött videó szokott lenni, amit nem kell egyáltalán komolyan vételezni. Szóval a mai adás, amit a címből is láthatátok, nem más, mint a Pokémon Stadium, és azon belül is a mini játékokat fogom, hát egy kicsit szemrevételezni, meg akarom nektek mutatni gyerekkoromnak egy icinyi-picinyi szikráját, inkább falatját, és azon belül is akarok egy versenyt végignyomni a mini játékokban. Ugye ezt anno úgy hívták, hogy Kids Club. Na erre sem emlékeztem, mivel Szenti barátomnak megvolt az a játék, és aki ezt folyamatosan átjárta minden hétvégén. Neki németül volt meg a játék, szóval gondolom valami Kinder Club lehetett. Fogalmam sincs ebbe a témában, nem, bele, nem emlékszem. De itt vagyunk, hogyha most már itt vagyunk, akkor vagy pikeltünk egy gémet, vagy nyomatunk egyből egy versenyt. Én úgy vagyok vele, hogy először nyomok egy versenyt, és hogyha kimaradt valamilyen műsorszám abból, akkor lökhetünk egy olyat is. Szóval menjen a Who's the Best. Jól néz ki ez a Missing No képernyő, nem elég vicces, vidám. Úgyhogy ezt nem fogjuk, nem tudom mit nézzek ezen. Kontrollerrel játszom amúgy, szóval Xbox One controller, ezért valószínűleg lesz olyan játék, ahol van egy póka falon, te jó ég. Ennyi nem. Ilyen kis ugrópókok vannak itt, ennyi nem. Minden rendben. Szóval nem minden játékot fog tökéletesen vinni, tehát van egy ilyen millisekundumnyi lag azért a kontrollerben, nem olyan, mint hogy konzolán játszanál. De hát ennél jobb feltételeket nem tudok biztosítani, ezért, pont ezért nem fogok hardon játszani, mert semmi sem lenne. Normálan se könnyű a játék, easyn viszont valószínűleg már nevetséges, röhelyes lenne, szóval nyomjuk a normált szerintem. Úgyhogy el is kezdjük, Missing No-ra kattintunk még egyszer. Most a sors egy kezdőjátékot nekünk a program. 9 darab minijátékban mindegyik, hát nem az összes fergetegesen vicces, de szerintem egész jó. Szóval, amit látjátok, a B lesz, a nekem itt piros gomb, a B lesz a zöld szín, és az A lesz a kék szín. Két gombot kell nyomogatni, és Voltorbak és Pikachuk vannak. Szóval, amelyik villany kigyullad, azt kell nyomnom. Zöld a B, és kék az A. Na jó, nézzük. Kek. Úgy gyerekek, nagyon nyomom neki. Gyors vagyok, jó vagyok, elég jó vagyok. Ó, lazán lenyomtam a mezőn. Nem lesz így minden játékban, de látjátok, hogy a többi Pikachu-s Voltorb megsült, és az 1P wins. Ez van, srácok. El kell fogadnotok, hogy loserek vagytok. Nos. Ja, most akkor a ilyenkor sorsol a játék, hogy kiválassza a következő csatát. Következő mini játékot, és most a sárga színű játékos választ. Magikarp Splash, itt egy gombot kell nyomogatni, ugye egy gombos a Magikarp. Szóval splashelni kell, el kell érni a tető lévő gombot, ha jól emlékszem. Úgyhogy nyomjuk, menjen. Ez jobban megy, mint az ellenfeleimnek, ha jól látom, már 7-8. Lehet, hogy 3-ot kéne ezután megpróbálnom, mit gondoltok? De igazából csak az van, hogy amint leérsz, nyomnod kell a gombot, mert ha nem nyomod akkor, vagy hogyha nem nyomod elég hosszan a gombot, akkor nem ugrik fel teljesen Magikarp. Viszont hol a jelző? Hol az óra? Vagy honnan tudom? Vagy maximális Na, lejárt az idő. És mit én nyertem. Nem volt túl nehéz. Óriási volt a különbség. Első és a második között, 18-26. Okay. Nézzük ki ezt a következő. Szerencsés, aki választhat. Jézusom. Iszom egy kortyot ebből a fekete bögréből. Keményedni kell, hardent kell nyomni, nem emlékszem, hogy az a játék hogy van. Azt hiszem, hogy esik valami a fejünkre, és az ellen kell védekezni, szóval egy gombot kell nyomni, látjátok, itt rajtam van az ujjam, kezem, úgyhogy én leszek a kis baloldali metapod, nézzük. Ja igen, kövek. Jaj! Jézusom! Ez nem olyan jó már. És au! És minél többször nyomjuk, minél tovább nyomod, annál jobban megy le az a csík. Szóval tudnod kell tényleg, hogy mikor jönnek. Kaptam kettőt. Basszus, nem már. Nem már, ezt nem hiszem el. Basszus, mondom, hogy lag. Au. Oké. Okay. Au. Ne. Ne csináld. Ennyi életem maradt ennek a kis szemétnek. Basszus, hihetetlen. Hát nem sokan múlad. Na jó, nem csak én nyertem. Azért normális feladja a leckét gyerekek. Fú, gyerekek, erre most rá fogok itt izélni. Rá fogok feszülni. És a másik kettő választ. Nem tudom, hogy hány pontot kell elérni. 5-öt?
Nem tudom, fogalmam sincs. Nem, mert normál ki fogja rajta. Nézzük, mi a következő. Aj, ne, ezt utána legjobb. Ebben nem tudok nyerni, srácok. Az a lényeg erre, tehát ezt kipróbáltam a játékot egy pár meccset, csak hogy a kontrollát megnézem, mennyire működik. Egy inga van középen, és a Drowsiknak akkor kell nyomni a hipnózist, amikor az inga középen van pontosan. És mivel van egy nagyon pici, egy millisekundumnyi input lag a kontrollerrel, szinte lehetetlen. Szóval szerintem utolsó leszek, de nézzük. Oké, okay, már elcsesztem. Nem hiszem el! Nem hiszem el! Amikor adjátok, hogy horkolok, az azt jelenti, hogy rosszkor nyomom. De... ez nem, nem semmi. Jaj! És egyre gyorsabb lesz az inga. Áú, áú, áú! Van egy jó kérdésem, srácok. Mi a torziós inga megoldó képlete? Jézusom, már hipnotizált ez a cucc! Nem tudom már mit csinálok! Drowsy! 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 Áááá! Ne! Egész sokáig bírtam, gyerekek, de a zöld maradt ébren, de ő is el fog aludni. Ő is elfeküdt. Oké, okay. Hát ez cool. Jó van, a versenytársai is kezdenek felzárkodni, most egész biztosan a sárga fog választani. Hey ho! Nézzük a sárga mit választ. Én ezért akarom a legjobban, a ezért szeretem a... ez az, likitángosat. Uff. Ez a rotatás, ha jól emlékszem, akkor olyan, hogy futni kell, de hogy mit kell vele csinálni, arra nem emlékszem. Mindjárt meglátjuk. Az A a run és... jump. Azt mondja, hogy felfelé gombot kell nyomni. Milyen jó, hogy itt animálja azt a felfelé gombot, nem csak egy ilyet mutat. Szóval ugrani kell, nem tudom, hogy mire, de mindjárt meglátjuk. Ja, értem. Wow, micsoda 3D-s... futi. Oké, okay, át kell ugrani ezeket a cuccokat, igyekszem jól ugrani. Wow. Ogy, kettő. Jól nyomjuk, nyomjuk a kék, látjátok nyilván. Au! Ne, nagyon lelassultam. Ez az, menni fog. Au! Nem fogadta el az inputomat. Elsülettem! Ez az, én vagyok a legjobb. Na bocsi, kicsit elragadtattam magam. De! Az a lényeg, hogy 1P, 1P-nek már 3 csillagom van, gyerekek, és én nyertem? Mi ez a kolbász itt a képernyőn? Ez azt jelenti, hogy én nyertem, ja, play again. Na, hát meg akarom nektek mutatni a többi játékot is, úgyhogy szépen vegyük sorra, hogy mi az, amit még nem toltunk. Pick a game! Oké. Okay. Csúnya missing note, elvisszük innen, és akkor nézzük a Clefairy is a végére hagyom, mert az a legnehezebb. Úgyhogy így sorban következik ez a likitángos dolog. Ha jól emlékszem, akkor itt az volt a szabály, hogy látjátok, azokat az ételeket kell leginkább összezabálni, amik a legtöbb pontot érnek. Szóval narancssárga, piros és a valami hal, sushi-szerűség. Szóval minden, ami piros és narancssárga sokat ér, a zöldek azok abszolút nem, és ha jól tudom, valamelyik zöld a legutolsótól, ami 20-at ér, attól meg is őrülsz, vagy így megbolondulsz. Úgyhogy itt erre szükségünk mehet is szerintem a game közben. Valami bement a szemembe. Menjen. Lássuk. Hoppáré! Az a piros az enyém! És már bel is falt valaki a rosszból. Ez a piros is az enyém. Zöldet is megettük. Sárga... hoppá! Nem már! Ó! Ez az! Három pi... ott egy az ezert ér! Azta... na! Állj! Megvan! Az is sokat ér, nem már! Kiszorít az öreg! Nem már! Csezz meg! Na jó! Mi van? Hol kéne kajálni? Ezt a pirosat bekapom. Ájj! Ez jó lesz az a szus... rosszat vettem! Nagyon nehéz, mert ugye abba az irányba csomó ideig ott megáll gyakorlatilag lecövekkel. Nem tudok semmit se kajálni. Na végre, ott van egy, és lelassítok, bizonyos ételek lelassítanak észre, nem már. Miket mondanak, Vegita? Mint minden öreg csávó az animékbe, gyerek, ez a... mindegyik így beszél, ilyen a japán szinkronja. Ennyi volt, lehet, hogy ezt elcsöztem. Nem! 3000... Oh, 5670, én voltam a legelső, na, király! Badass! Oké, mehet a kövi game. Nézzük sorban. Hát ebben jól voltam, ebben számítottam is, hogy jobb leszek.
Az ekenszekben nagyon-nagyon-nagyon rossz vagyok. Ilyen hula-hop karikák lesznek az ekenszekben, és ezeket kell rádobni. Az az aim. Puh, gyerek, ezeket kell rádobni digletekre, vagy valami ilyesmire, mindjárt lecsük, és az arany színű az több pontot ér. Ó, ájjajjajjajjaj. Olyan erősségű dobok, amennyire hátrahúzom ezt a cuccot. Puh, gyerekek, ebben nagyon rossz vagyok. Nézzük. Nem igaz! Talán ezeket itt baloldalt eltalálom. Egyet elkaptam, király vagyok. Oh, Jesus! Most? Ez az! Kettő megvan. Oké, nem vagyok annyira béna. Ne! Aj, Azt is túl messzire dobom. Nem már, hát épp csak megfogom a izét, figyeljetek már. Nem már, hát épp csak hozzáérek a izéhez, a kontrollhez, és nekem mindig izé fullba eldobja. Szóval én nem tudom változtatni szerintem a... Oké, csak a leghátsó sort tudom elérni. Oh, itt egy sima... És én kaptam el, akkor mégiscsak lehet, csak olyan hajszányira kell csak hozzáérni. Az is elfogadta. Gyerekek, megnyertem. Életemben nem nyertem meg ezt. Meg, látjátok az ekenszem, hogy örül. Oké, kapok levegőt. Kicsi, nem is tudom, ékszorult gondolom a fejembe, azért őrültködöm. Sensrush, dig, erre egyáltalán emlékszem, mit kell csinálni. Dig, a hátsó gombokat kell nyomogatni, és gondolom, igen, lyukat kell fúrni. Nézzük! Wow, minden megfeketült! Mász, ás, Sensrush, te vagy a legjobb! Hát ez nem túl nagy skill, gyerekek, ez hamar megvolt. Szerintem csak a hard mod okozhat itt problémát. Mert ez tényleg nem volt túl nehéz. Két, nem tudom mennyibe telt, 15 másodperc, annyiba se, 10 másodperc telt. És azt mondja, hogy maradt még a Clefair is, amit még soha nem nyertem, mert ez borzasztóan nehéz, ez elcseszett nehéz. Ez egy memória játék, és azt kell megjegyezni, Clefairy miket mutogat. Látjátok, fogjátok, mennyire nem vágom, mennyire rossz a memória, nézzük. Pipi. Balra, fel, jobbra, le. Balra, fel, jobbra, le. Tehát azt kell nyomni mindig, amit ő a táblára rajzol, és akkor számolunk. Oké? Okay. Ugyanaz, balra fel, jobbra le, fel. Balra fel, jobbra le, fel. Oké? Okay. Jól tudtam mindent! Cum. Oké? Okay. Szóval balra fel, jobbra le, fel. Balra, fel, jobbra, le, fel, balra. Oké, mi volt? Balra, fel, jobbra, le, fel, jobbra, fel. Basszus, tökre más nyomtam. Végig rossz lesz. Vége rossz lesz. Kettőt rontottam el. Úristen, a második játékos tudja level. Szóval balra, fel, jobbra, le, balra, fel, jobbra, le, fel, balra, fel, jobbra. Mi volt? Balra, fel, jobbra, le, fel, jobbra, fel. Fú, de totál káosz, biztos kikapok. Ez nagyon nehéz, nagyon nehéz, közben beszélek, koncentrálok, nem megy. Látjátok? Úristen, négyet rontottam, egy, kettő. Shit. Megpróbálom még egyszer. Round 2. Fight! Figyelek. Balra, fel, jobbra. Alright, bitch. Ügyed, Clefi! Oké, de is semmi nem történt. Nézzük. Balra, fel, jobbra, balra. Balra, fel, jobbra, bal, jobbra. Jobb, na. Balra, fel, jobb, bal, jobb. Balra, fel, jobb, bal, jobb, le, jobb. Balra, fel, jobb, bal, jobb, le. Hopp, vagy bal volt? Jobbat nyomtam, lehet, hogy bal volt. Majdnem már. Kezdődik. Jól tudtam! Egy valaki el is pusztult, és egy valaki nem veszített semmit. Balra, fel, jobbra, balra, jobbra, le. Jobbra, le, jobbra, oké. Okay. Balra, fel, jobbra, balra, jobbra.
le jobbra. Ez volt? Nézzük. Nehol, jól tudtam! Balra, fel, jobbra, balra, jobbra, le, jobbra, jobbra, fel. Jobbra, fel. Balra, fel, jobbra, balra, jobbra, le, jobbra, balra, fel. Nézzük, mi fog történni. Soha nem tettem meg idáig, esküszöm, hogy nem emlékszem legalábbis. Kettőt hibázott, egyet hibáztam én is. Hogy hibáztam? Yes, ez az! Oh my god! Jesus, gyerekek! Amikor a gyerekkorodat újraéled, és végre egyszer nem te vagy a loser, az érzés felülmúlhatatlan. Azok itt a végére még arra gondoltam, hogy kipróbálok hardon is egy meccset, csak hogyha itt izé, nem tudom, valahogy úgy éreztem, hogy az első az nem volt túl nehéz, szóval megpróbáljuk hardon, tuti elhasalok minden egyes pro... Én vasztok el, összeveltek, ez gyanús. Rosszat nyomtam lehet, who's the best? Ez az, who's the best, és ready vagyok, és hardon nyomjunk egyet. Nézzük, mi fog történni. Egész biztos, hogy a rongyá ver a gép. Rongyá fog verni. Na ennek talán, itt talán van esélyem. Szóval a zöld az a B, és az A a kék. Jó van. Oké, mehet. Mehet! Figyeljétek, a téma az olyan, hogy leraktam ide a kontrollert az asztalra. Nyertem! Boom! Boom, bitch! Hard mode, gyerekek! Motherfucking hard mode, öregem! Így is nyertem egy gémet. Hú, nagyon jó vagyok. Nem tudom, lehet megszállt itt a sátán. Choose! Na gyerünk, nyomjátok, addig iszom egy feketét, illetve vizet egy feketéből. Oké, jöhet a második mi az? Game. Hajne már! Ez nagyon rosszul fog menni. Oké. Nézzük. Jézusom! Ne! Ajj! Egy megvan! Ne már! Ne! Basszus, túl messzire dobok. Na most megvan ez! Ez nagyon közeli, ez megvolt. Basszus, nagyon nézem közelre dobni. Ez az, megvan ez is. Ah, ez túl messze volt. Aranyszínűt várom. Ne! Ne! Ez az! Meg volt ez a távoli? Basszus! Meg volt az is! De nem én kaptam! Nem én kaptam, gyerekek, és ha... Amikor mind a ketten rámentek ugyanarra, az mekkora szívás. Hogy mozog a kis aranyorruk? Hogy örül a player 3, gyerekek? Hát itt nem éreztem, hogy lenne esély. Nem álltam annyira... Hát jó, 6 pontom lett összesen a másiknak sokkal több. Megig árposat akarom megnézni, hogy ott mit tudnak alkotni, mert abban még talán jó vagyok. Oké, nézzük, hogy izé. Mi lesz a Splash Attack meccs alatt? Figyeljünk! Ne! Rossz kezdés! Még rosszabb folytatás! Wow, egy gombot kell nyomni, de milyen nehéz az a gomb! Nagyon elhúztak! Ne! Ne! Nagyon nehéz ám! Hát ez nagyon kell. Többször is izgultam és elhúztam, szerintem rosszabb pontom lett. Szerintem 26 volt az első game-ben a pont, amikor normál játszottam. És kinn a ketten kapnak pontot, ne csináld már, ne csináld! Jó van, melyik likitángos legyen? Csak nem túrnak ki. Vagy a klefér is, Na itt is van esélyem. Csak nyomni kell ezerre, veretni kell a diget. Na figyeljünk. Nem szabad kiesni a dinamikából, gyerekek. Koncentrírem. Ne már! Hogy lehet egy gyorsabb? Na látjátok, hogy ez a skill ezekben a játékokban, hogy kijankolja gyorsabban a gombot.
Úgyhogy, hát köszönöm, hogy velem tartottak ebben a videóban. Piros szintű játékos megkapta ezt a pixel kobász itt a végén. Gyerekek, köszönöm szépen a részvételt ebbe a Bána Relax epizódban, hogyha itt voltatok és néztetek. Holnap érkezik a csodálatos videó, mert szerintem már két hete vártok. Meg fog érkezni, el fog készülni. Úgyhogy vigyázzatok magatokra, és valószínűleg egy live-val is fogok nektek holnap jelentni, szóval ha belefér, ha minden jól megy, akkor vagy holnap, vagy vasárnap lesz egy live. Na szóval srácok, egy szó mint száz, vigyázzatok magatokra, és ne feledjétek, vigyétek a ceteket!